A kisvárdai Mastergut Kft. Mintegy 9 milliárdos fejlesztésre készül, korszerűsíti technológiáját, bővíti épületeit és dolgozói létszámát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy cégeinek többsége idén jelentős mértékben fejleszt, a vállalkozások kihasználják a különböző pályázati és támogatási lehetőségeket. Nyíregyházán a Lego és a Contitech is fejleszt majd, Tarpán pedig hamarosan gyümölcsfeldolgozót hoznak létre, de nem csak a nagyvállalatok fejlesztése a cél, hanem a kis- és középvállalkozásoké is. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, azaz a GINOP ebben is segít. Erre a célra mintegy 490 milliárd forint áll rendelkezésre a 2020-ig tartó uniós ciklusban, mondta a fejlesztési forrásokról szóló nyíregyházi konferencián a GINOP projektmenedzsere. Gedei Gábor hozzátette, a teljes GINOP-os keretösszeg több mint 2700 milliárd forint, és fontos, hogy Budapesten, valamint Pest megyében nem működhet a GINOP, hiszen ez a régió már gazdaságilag fejlett. Azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik kiemelt régió, itt érdemes majd pályázni. Kelet-Magyarországon kiváló vállalkozások működnek, és ezeknek a kiváló vállalkozásoknak, illetve az itt megismert projektötleteknek nagyszerű lehetőséget nyújt a GINOP, pontosan azért, mert ez az országrész a konvergencia régióba esik, és ezen belül is még szűkítem a kört, érdemes megismerkedni a szabad vállalkozási zóna fogalmával. A szabad vállalkozási zónákba eső területekről, településekről érkező projektek, azok még a GINOP-on belül is különböző kedvezményeket élveznek. Szabad vállalkozási zóna több mint 1000 településen érhető el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több ilyen terület működik, leginkább a keleti részeken. A megyében nem csak a GINOP, a TOP is segíti a gazdaságfejlesztést. A TOP forrásoknak a jelentős része már kiírásra került, egy-két pályázat van, amelyik még nem jelent meg, és már nagy részük már úgymond le is zárult, tehát megtörténtek a pályázatoknak a beadásai, és jelentős túligényléseket tapasztalunk eddig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére mindig az volt a jellemző, hogy nagyon aktívak az önkormányzatok a pályázatok területén, és nem csak az önkormányzatok, hanem a vállalkozások is. A TOP mellett a GINOP-ra is sokan pályáztak már, pedig a jelentősebb projektek még csak most nyáron jelent. Ennek meg. 2014 óta egyébként 49 felhívás jelent meg 939 milliárd forintos keretösszeggel, több mint 9500 támogatási kérelmet nyújtottak be 1250 milliárd forint értékben.